A Napsugárgyár meglap és az Apáczai Csere János elméleti liceum 2022. május 20 és 22-én szervezi meg Kolozsváron a 10. Napsugár 5-tusa országos bajnokságot. Várom a stúdióba László Noémi költőt, a Napsugár és Szivárvány főszerkesztőit. Addig is nézzük meg a 2019-ben a Napsugár gyermeklap 5-tusa bajnokságának 9. országos döntőjén készült riportunkat. A legnagyobb titok az akaraterő. Ez volt a mottója a kétnapos rendezvénynek. Az ország 15 településéről 72 kisiskolás vett részt Kolozsváron a Napsugár gyermeklap által immár 9. alkalommal megszervezett 5-tusa bajnokság országos döntőjén. Az Onisipor Gibu iskola elemi tagozatának tornatermében megtartott rendezvény mottója a következő volt: a legnagyobb titok az akaraterő. Ezt a tornán résztvevő gyerekek is bebizonyították, hiszen mindannyian győzni jöttek Kolozsvárra. Szilágypelecsenyből jöttünk, és az a célunk, hogy megnyerjük az 5-tusát. Csíkszentdomokosról jöttünk, a Marton Áron általános iskolából, és hát jöttünk, hogy nyerjük. Így a labdát pattogtatni, padon kúszni, bukfáncani és a labdákat átpakolni. Így padon futni, még távolugrást és célzást gyakoroltuk. Kit a király, tigrisek! Kit a menő, tigrisek! Ó, tigrisek, csá, tigrisek, csá, tigrisek, csá, csá, csá! Már a csapat, a tigris csapat, te vagy a legnagyobb menő, tigrisek! Az 5-tusára jöttünk. Reméljük, hogy legalább megnyerjük, de ha nem is nyerünk, akkor is legalább részt vehetünk ebben a versenyben. Annak is örülni fogunk. Nem még voltunk, hát egy kicsit izgalmas, de örülök, hogy részt vehetünk, és na, nyerni kell, próbáljuk meg. Az otthonunk nagybánya, híres festők hazája. Tigrisek a mi nevünk, 5-tusán a mi helyünk. Bátrak vagyunk, merészek, a versenytől nem félünk. Lesz itt futás, ugrás, dobás, játszani jöttünk, ez nem vitás. Rajta hát, tigrisek, húj, húj, hajrá! Nagyon nyernék, fiúk, lányok, 5-tusát már alig várjuk. Sportolni mi szeretünk, Csíper csapat a nevünk, hajrá! A bemutatkozó igen profira sikeredett, a felvonuló csapatoknak az összegyűlt szülői és tanársereg tapsolt, biztatták őket, drukkoltak nekik. A konkrét megméretkezés előtt a szervezők bemutatták a csapatokat, minden csapat büszkén énekelhette saját himnuszát. Ez itt már a verseny, ahol a fiatal sportszeretők bemutathatták tehetségüket, tudásukat. Labdajáték, talajtorna, célbadobás, távolugrás, futóverseny mind a verseny elemei között voltak. A résztvevő versenyzők, akik mind harmadik osztályos diákok, a legnagyobb odafigyeléssel, profizmussal vetették bele magukat a verseny számokba. A kétnapos rendezvényen a versenyen kívül más foglalkozások is voltak, kézművesség, labdajátékok, de bábelőadás is színesítette a programot. A rendezvény másik mottója szerint veszélyes a siker, mert gyorsan a fejébe szállhat bárkinek. A fiatal sportolók erre is fel voltak készülve. A győzni vágyáson túl mindannyian tudták, hogy a részvétel, na meg az együttjátszás öröme a legfontosabb. Számos az anyanyelvhez, a gyermekirodalomhoz és a népköltészethez kötődő kisiskolás rendezvény szervezője a Napsugár. És hát ennek olyan múltja van, hogy a mi gyermekkorunkat is meghatározta, és a tiédet is, Nonó, köszöntelek. Üdvözlöm a nézeket, szervusz! Nos, hát ugye, bár amint mondottam, ugye meghatározta a gyerekkorodat, most meg a Napsugár főszerkesztőjeként, hát gondoltál volna akkor, hogy arra, hogy ez lesz?
Nem, mindig azt mondtam, hogy mikor kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, a kedvenc válaszom az volt, hogy semmi. Nos, ide jut az, aki semmi nem szeretne lenni. Abból a napsugár ügyét viheti tovább. Idén 65 éves a napsugár, csak hogy fogalmat alkothassunk arról, hogy mi régóta vidítja és okítja az erdélyi magyar ajkú gyermekseregét. Veszem közben a májusi számot, de közben beszélgetünk, itt a kollégámnak mutatom a kamerába, arra kérem, mutassuk is meg. Milyen számodra ez a munkanonó? Bűbájos és kimerítő. Számomra nem munka, bár az az érzésem, hogy mióta a napsugár ügye mellé álltam, azóta elképesztően sokat kell dolgoznom, de nem munkaként él, az a melléklet, a kézi munka. Itt van a melléklet, hogy nem munkaként élem meg, hanem küldetésként, vagy szent ügyként, hiszen ez nem csak az én érdemem, mindenki így élte meg, aki ezt a lapot vitte, szerkesztette, főszerkesztette. Úgyhogy én ezt a 20 esztendőnyi szerzői koromban Zsigmond Demesétől, az előző főszerkesztőtől tanultam, hogy egy gyermeklapot így érdemes csak főszerkeszteni. Így érdemes, de hogy lehet ennyi időn át megújulni, újat adni, mindig valamit adni és értéket adni, és egyáltalán nem lenne beengedni a lécet? Ugye feladat megújulni, hogy meg ne unják, főleg a gyermekek, különösen a mai világban igen hamar hajlamosak ráunni bármire, úgyhogy minek utána az előző csapat 30 évig szerkesztette egy bizonyos formában ezt a lapot. 2021 tavaly szeptember óta újultunk meg, egy új arculati tervet készítettünk, egy új csapattal, és némiképp, hogyha nézzük, az előbb odafigyeltek, akkor láthatták, hogy némiképp a 60-as évekbeli, vagyis a lap indulása, 57-ben indult a napsugár, környéki image-hez nyúltunk vissza, mindenképpen eltoltuk a hangsúlyt a kép irányába, hiszen most már hangsúlyosan képi kultúrában élnek a gyerekek, és mi így gondolunk harcolni a hangsúlyos digitalizáció ellen, tehát hogy kénytelenek vagyunk a nyomtatott sajtóban is nem gépesíteni, hanem képesíteni. Úgyhogy több képpel. Ami már magában egy szójáték, ugye, a képesítés, mert egyébként képesítést is nyújt az, hogyha ezeket olvasgatja a gyerek, és ugye, amint a melléklet is mutatta, hogy ezeket a kézműves dolgokat itt, meg ezeket a feladatokat kitölti. Arra is gondoltam egyébként az, hogy hogyan lehet megújulni, hogyan lehet mindig valamit adni, valami értéket, valami újat adni benne. Nem is kimondottan az csak, hogy ugye most megújult a kinézete, hanem a tartalom. Igen, a tartalommal is törekedni kell. Hát eleve ez olyan struktúrájú alap, hogy igazodik a tanterv menetéhez, illetve igazodik az évszakok, a jelesebb ünnepek jellegéhez, ahhoz válogatja mindig a szerkesztő a tartalmat, illetve a gyermekek életkorához, mert a napsugár az nagyjából harmadik, negyedik osztályosoké, még a szivárvány az óvodások, első, második osztályosok és előkészítő osztályos gyermekek lapja hivatott lenni, illetve van itt ez a második osztályos csapat, akik hol ide, hol oda igazolnak, ez a tanítónénitől függ, hogy hogyan dönt. De hát nem csak a lapról szól ez, a napsugár az gyakorlatilag egy erdélyi magyar gyermekközösség kovácsoló műhely, tehát mi némiképp lelki kohója vagyunk ennek az itt Erdélyben élő magyar gyermekseregnek, hiszen a lapunk által tudnak egymásról is, nem csak a lap oldalain megjelenő munkáikból, írásaikból, hanem a különböző versenyeken találkozunk velük, tábort is szervezünk gyermekeknek is, pedagógusoknak is nyáron, illetve hát most már 10. alkalommal ezt a napsugár öttusa bajnokságot, mert épp testben, épp lélek, és hát ezt is Zsigmond Demese találmánya, az öttusa bajnokság, aminek az ügyét fölkarulta a tanügyminisztérium, úgyhogy most már a mi kezünk is meg van kötve, mert a tanügyminisztérium diktál, de azért... De hát annál igazából, annál fontosabb lett ez a verseny ezzel. Igen, és mindenképpen ez ugye a másik nagy dolog, hogy a gyermeket mozgásra ösztönözni, közösségi időtöltésre rávenni,
tapasztalatszerzést is jelent egy ilyen verseny, főleg az országos szakasz, ugye, amit most tartunk hétvégén Kolozsváron, hiszen utaznak, együtt vannak, jobban megismerik egymást, illetve a tágabb környezetüket, illetve némiképp ezt a testmozgással kapcsolatos hagyományt. Hát még visszatérve ugye a lapokra, hát én is ezen nőttem fel, és nem is hiszem, hogy ismertem olyan gyereket, akinek ne járt volna. Arra viszont emlékszem, hogy alig vártuk már, amikor, hogy na, most jön meg, és akkor osztotta szét, vagy a tanítónéni, vagy az óvónéni, ugye annak függvényében, hogy éppen melyik életemnek melyik szakaszában voltam. Amúgy hány gyerek olvast titeket? Lehet tudni? Hát ugye a járványidőszak mindenkit megtépászott, én azt mondanám akkor büszkén, hogy a járványidőszak előtt azt volt szokás mondani, hogy 25 ezer gyermek olvassa a Napsugárt Erdélyben. Ez most már valószínűleg nem pont így van, de Hajdanán kétszer ennyien olvasták, úgyhogy azért ez is zsugorodik, ez is mutatja azt, hogy a közösségünk is sajnos. Hát igen, pedig, most majd ki fog derülni, hogy hányan vagyunk. Igen. De hogy minden esetre azt hiszem, ez a 25 ezeres szám, erre büszkék lehetnek, mert talán nincs olyan portál, vagy olyan újság, vagy legalábbis printben biztos nincsen Erdélyben olyasmi, amit ennyien olvasnának. Nem csak Erdélyben, a Kárpát-medencében ez az egyik legnagyobb példányszámú magyar nyelven megjelenő irodalmi jellegű lap, és gyermeklapként biztos. Úgyhogy erre tényleg büszkék lehetünk. Lássuk akkor az Öttusát, miről tudsz nekünk itt beszámolni. Az előbb el sem mondtam, 18 csapat vett, ugye? 19-ben? És az előzőn, igen, mert volt két év kimaradás. 18 csapat vett részt. Idén miről tudsz beszámolni? Ugyanerről tudok beszámolni, hogy 18 csapat vesz részt idén is. Az ország 11 megyéjéből, 12 magyar lapta megyéjéből érkeznek csapatok, némely helyekről többen is. Az Apácai Csere János Liceum szervezi idén a versenyt, mivel hogy ők a 19-es esztendő nyertesei, és mindig az előző évi nyertes szervezi az aktuális évi versenyt, úgyhogy Kolozsváron gyűl össze most az ország színe java. A harmadik osztályosok mezőnye, tehát harmadik osztályosok versenyeznek ebben a versenyben. Lehet talán azért, mert oly sok más versenyben elnyomják a harmadikosokat a negyedikesek, és akkor gondolom, hogy így találta Zsigmondeges Emese igazságosnak ez a harmadik osztályosok versenye. Idén is lesz báb előadás, idén is lesz fáklyás és csapat zászlós felvonulás, idén is elüvölthetik a csatakiáltásaikat. Igen, ugye mivel az Apácai Liceum tornatermében nehezen férnénk el, egy Anna Aslan szakiskola nevű iskola vadonatúj lelátóval rendelkező tornatermében zajlik majd szombat délelőtt a verseny, ahova szurkolókat is várunk, szurkolótábort. Úgyhogy ezzel meg is hívtuk akkor a nézőket is, tehát hogyha meg szeretnék nézni a kicsiket, ugye, hogyha látták a főtéren már a nagyokat, ezelőtt két héttel talán a diáknaposokat, akkor itt van az utánpótlás, már is nevelik ki rá arról, hogy hogyan kell szurkolni, hogyan kell megméretkezni. Hát akkor még egyszer elmondom, az Apácai Csere János Elméleti Liceumban május 20 és 22-én szervezik meg Kolozsváron a 10. Napsugár Öttusa országos bajnokságot. László Noémi költőnek, Napsugár és Szivárvány főszerkesztőnek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, és besétáltál hozzánk, és elmondtad mindezeket, illetve meghívtad a nézőinket erre a rendezvényre. Köszönöm szépen, és sok sikert! Én is köszönöm, drukkoljanak nekünk!